Nyáron is dolgozott az úszó szakosztály az Akácliget fürdőben Kun László és Keserű Sándor edzők vezetésével az Invictus Sportegyesület szervezésében. Az új tanévben reményeik szerint az iskolai úszásoktatás ugyanazokkal a feltételekkel folytatódik majd, mint korábban. A tanévre úgy készülünk, hogy az edzéseket folytatnánk tovább, nyáron sem maradtak abba az edzések. Volt egy kis kihagyás ugye a vírusos időszakban. Azok a gyerekek, akik már jártak, nagyon várták, hogy kezdjük. Fokozatosan történt meg a terhelés, hiszen ugye majdnem 3-3,5 hónapig nem mozogtak, vagyis hát bízom benne, hogy mozogtak a gyerekek. Ők már folyamatosan úsznak. Ami nagy sikerünk, hogy két gyermek bevállalta, hogy a Balaton átúszáson részt vesz. Sikeresen teljesítették. Én bízom benne, hogy ez motiváló erő lesz a többieknek. Kik voltak ők? Varga Károly és Kuruc Alexandra. Könnyedén teljesítették a 2,6 kilométeres távot, és hát nem bíztak magukba, de sikerült, és ez egy erőt ad nekik. Én bízom benne, hogy más gyerekeket is tudnak ezzel motiválni, vagy hogy meggyőznek arra, hogy próbáljuk meg jövőre. Talán nagyobb létszámmal tudunk részt venni. Emellett majd természetesen készülnek a gyerekek az úszóegyesületbe járó gyerekek versenyeire. Lesz terveink szerint ilyen verseny, hogy kezdő versenyzőknek, és lesz majd folyamatosan a haladó versenyzőknek a versenye, és majd tanév közben pedig a Diák Olimpiára készülünk a gyerekekkel. A nyári oktatás mind a kezdők, mind a haladók számára egy bemutató foglalkozással zárul, amelyre a szülőket is elvárják minden csoportban az edzők, akik a 10 alkalom alatt a vízbiztos tudást biztosítják a gyerekeknek. Az első héten az úszástemeket tanulják, a második hét a gyakorlásról szól. Van lehetőség arra, aki szeptembertől mondjuk szeretne az egyesületben úszni, hogy jelentkezhet? Mindenképpen van lehetőség. Vagy engem, vagy kollégámat, Keserű Sándort lehet keresni érdeklődés kapcsán. Annyit elmondok, hogy kedden, szerdán, csütörtökön vagyunk itt az úszodában, 5 órától 6 óráig, és várjuk az úszni vágyó gyerekeket, fiúkat, lányokat, esetleg a vízilabda iránt érdeklődő fiúkat, lányokat, nyilván azokat, akik már tudnak úszni az egyesületünkben.